elírni az egészet. Nem méltó magához. Kidobjuk. Kivéve azt, hogy a sírásot úgy hívják, mint engem, az benne maradhat. Igazán nagyra értékelem az ítéletet, de nem elhamartodott egy kicsit? Paul, ez az írása nem jó. Nem jó. Nem jó. Gyerekkoromban Bakersfieldben laktam, és kedvenc szórakozásom a szombat délutáni folytatásos film volt. A szappan opera. Tudom, hogy hívják, Mr. Nagyember. Mondják sorozatnak is. Nem vagyok én hülye. Na szóval, a rakétember volt a kedvencem. És egyszer volt benne egy olyan rész, belőtték a kocsiba egy meredek úton, beforrasztották a kocsit, összeverték, kitépték a féket, és meglöpték a kocsit. Magához tér, rángatja a kormányt, próbál kiugrani, de a kocsi egyenesen nekiütközik a sziklának, és összetörik, és kigyullad. Hát én majd megőrültem az izgalomtól. Na képzelheti, következő héten ott ültem az első sorban. Mindig ott kezdődött, ahol az előző részben abba hagyták. És ott a rakétember próbál kiugrani, már egyek közelebb a szikla, mert majdnem megütközik, de egyszer csak kiugrik a kocsiból. Ha a gyerekek meg éjjeleznek. Én nem ijjeleztem. Felugrottam és sírva kiabáltam. Ez nem igazság. Nem ugorhat ki, mert be a forrasztva az ajtó. Senki sem azt észre, nem ugorhat ki. Mindig van csalás a sorozatokban. Hát magánál nem lesz. Az én vizelimmel nem csalunk. Emlékezzen csak vissza. Jan elmegy Cleary doktorért a könyv végén, de a lova felbukik, és Jan törött vállal, törött bordákkal ott fekszik az árokban. Nem jut el az orvoshoz. Szóba se jöhet, hogy kísérleti vérkészítmény mentse meg Vizeli életét. Vizeli sírva tették a tünet végén, Paul. Onnan kell folytatni.